nem volt évadunk. A 2020-21-es évad az egyáltalán nem működött. A pandémia utáni nehéz helyzetből kezdi összeszedni magát most az EGRI Színház. Noha nincs egyszerű helyzetben, ami az anyagiakat illeti. A fenntartók és a teátrum vezetői is mindent megtesznek azért, hogy fő tevékenységük, a szórakoztatás ne csorbuljon a nehézségek miatt. Az előttünk álló 2022-23-as színházi évad egy picikét más irányt vesz, de megtartja természetesen azokat a pontokat, azokat a csomópontokat, útjelzőket, amelyek mentén egy színházi évadnak mindig fel kell épülnie. Tehát nyilván, mint egy népszínházi küldetés teljesítő vidéki kiemelt kategóriai kőszínház, feladatunk minden műfaj bemutatása, megpróbálni a közönséget és a társadalmi rétegeket minden olyan műfajjal megismertetni, amelyet igényelnek, szeretnek, megszoktak. Az előző évad tematikája a játék, a következő évad repertoárja pedig a szerelem témaköre mentén rendeződik majd össze. Láthatjuk Csehov Sirály című tragikomédiáját, a Bástya sétány 77 című operettet, a Janika című vígjátékot, vagy éppen az Elmaradt aranyrandevú címmel színpadra álmodott romantikus retrokomédiát. Szerelem címmel lesz látható egy tánc fantázia, és ha már tánc, szeptember 21-e és 25-e között a 11. Stúdió Színházi Táncfesztivál darabjait is élvezheti a közönség. Szerelem című, örök téma, mostanában is boncolgatom. Alapvetően a Szent Ivánéi probléma köre indítja el, de én ezeket azért másképp szoktam fogalmazni, és ismét Zombola Péter barátommal szeretnék dolgozni. És már az utolsó időszak nagyszínpadi produkcióinál mindig élő zenével dolgoztunk, és ezt nagyon szeretném folytatni, ezt a hagyományt, ugyanis a kortárs magyar muzsika egyrészt szerintem a világban is megállja a helyét, de amikor ezt megkaphatjuk, akár reggelben, vagy bárhol élőben, az mindig csoda. A táncos repertoárban találhatjuk még a Gárdonyi emlékévhez kapcsolódóan a Hosszú hajú veszedelem című táncfüzért, de lesz Gárdonyi emlékműsor is a színházban október 30-án, az író halálának napján.